Egy hét alatt több mint 300 ukrán településen égették el az orosz zászlókat, és szaggatták le az orosz plakátokat a korábban elfoglalt területeket visszaszerző ukrán katonák. Kijevi közlés szerint 3800 négyzetkilométert szabadítottak fel a megszállás alól az utóbbi hét napban. A visszavonuló orosz csapatok rengeteg hadianyagot, számos harckocsit és nehéz gépjárművet hagytak hátra siettükben, némelyiket elszenesedett állapotban. Az oroszok a kelet-ukrajnai Oszkol folyón túlra vonultak vissza, ami természetes akadályt képez és megállította az előre nyomuló ukrán hadsereget. Onnan aztán ellentámadást indítottak, repülőgépekről és tüzérséggel lőtték az ukrán egységeket. A kijevi védelmi minisztérium közölte, hogy folytatják a felszabadító hadműveleteket a Harkivi és a Donetszki területeken.